tehát nincsen mostoha műfaj. Minden műfajt amennyire lehet próbálunk elővenni, és azon belül is az értékesebb darabokat megtalálni, és úgy megcsinálni, hogy ez értékes legyen. Tehát én arra számítok, azt szeretném, hogyha valaki megveszi a bérletet a dzsungelkönyvért, de jön az édesannára, akkor egy olyan élmény éri, hogy legközelebb adott esetben egy ilyen típusú előadásra is szívesen eljön, vagy egy olyan új benyomás éri, hogy ilyen is a színház. Tehát mindenképpen azon vagyunk, hogy gyakorlatilag a babakortól, a nyugdíjas korig mindenkit meg tudjunk szólítani, és mindenki eljön a színházba, váltson jegyet vagy bérletet, és egy jó élménnyel menjen el tőlük. Az első évaddal sikerült egy nagyot indítani, 6 felnőtt bemutatót tartottunk, és 7 gyerekbemutatót, és nagy örömünkre szolgált, hogy úgy látszik sikerült eltalálni, illetve eljutni a közönséghez, mert a következő évadban, tehát ebben az évadban 80%-at tudtuk növelni a bérleteseink számát. Ez számunkra mindenképpen azért azt jelenti, hogy jó felé megyünk, hogy kíváncsiak arra, amit csinálunk, és talán sikeres is az, amit csinálunk. Úgy gondoltuk, hogy az előadásokat is kéne akadálymentesíteni, és a 90 decibel programmal karöltve, tavaly már a Régi Nyár című operettünk akadálymentesítve volt, nagyon nagy sikerrel ment. Idén a Dzsungelkönyve volt egy megtekinthető, Sikert István jött hallgó nézőinknek, és még az Acél Magnóliát is lesz így akadálymentesítve, tehát idén már 2 ilyen akadálymentesített előadásunk is van. Illetve nem csak Sikert és nagyot halló nézőinkre gondolunk, hanem a vakok és gyengén látó nézőinkre is, és így is lesz az acélmagnólia akadálymentesítve. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van fejhallgató, és azon keresztül narráljuk az előadást, mint régen a rádió színházi előadások, körülbelül úgy kell elképzelni. Tehát minden olyan kiegészítő információ elhangzik, amit ugye ők nem látnak.